Ezt a pénzt, amit ebbe állítólag nagyon jó rendszerbe belefektetett az állam, ha fölvilágosításba fektették volna, én szerintem lehet, hogy nagyobb eredményt érnek el, ami a környezetvédelmet illeti, mind így. Miért pont csak az üdítős és a fémfodobozokat tették betétessé? Miért nem tették betétessé például a étolajosat, ami mínusz a költsége a reciklációval? Üdvözlöm a kedves nézőket! Január 1-től életbe lépett a törvénymódosítás, amely értelmében Szlovákiában elindult a műanyagpalackok és fémdobozok visszaváltása. A változástól azt remélték, hogy hatékonyabb lesz a palackok újrahasznosítása, a környezettudatosabb módszerhez azonban nem könnyű alkalmazkodni, tekintve, hogy a begyűjtési rendszerben akadnak hiányosságok. A témában Jákli Lászlóval beszélgetünk, aki közel 20 éves tapasztalattal rendelkezik a hulladékfeldolgozás témájában. Üdvözlöm Önt itt nálunk! Jó napot kívánok! Ugye a műanyagpalackok és fémdobozok visszaváltásának tekintetében fél éves próbaidőszak áll mögöttünk, tehát valamelyest tudjuk összegezni az elmúlt időszakot. Ön hogyan látja? 17-18 éve foglalkozok a műanyag begyűjtése, nem teljesen a feldolgozásával, mert itt csalók közben a feldolgozó cégeket azért picit korlátozzák, Alex csalók köz címén is. Mi csak egy ilyen köztes megoldást végzünk, begyűjtés, osztályozás és darálás, préselés azok a cégek számára, akik aztán reciklálják, feldolgozzák újra a műanyagot. Hát ez a törvény szerintem picit elkapkodott volt, vagy inkább úgy mondanám, hogy nem hozzáértő emberek keze alól került ki. Szerintem több negatív dolgot hoz, mint pozitívat. Ugyanis arra appelláltak, hogy per pillanat a PET flakonoknak a 70%-a kerül vissza a reciklációba. Ezáltal az új törvény szerint 90, sőt remélik, hogy 95% vissza fog kerülni. Igen, így úgy 5 éven belül, ugye ez volt a terv. Igen, ez a terv. De viszont a műanyag hulladék nem csak a PET flakonra korlátozódik. A PET flakonok így most már fél éves viszonylatban, hogy fél év után eltűntek teljesen a nem visszaválthatós flakonok, tehát most már az üzletekben csak visszaváltható flakonok vannak. Körülbelül az egész addigi hulladék, műanyag hulladék mennyiségnek a 40%-a jön be hozzánk. Tehát mondhassuk azt, hogy 40% maradt, tehát 60% tette ki a PET flakonok. Ez még nem volna gond, csak aki a szakmában tudja, hogy ebből a szisztémből a két, tehát üzletelhető alapanyagot vették ki, alumínium, és tehát a fém dobozokat, a sörös üdítős dobozokat, és az üdítős PET flakonokat. A piac úgy működött, vagy nem is a piac, inkább úgy mondom, hogy ezek a begyűjtő cégek, hogy osztályozás után, amit tudtunk, értékesítettünk. De a műanyag hulladéknak a nagyobb része az mind negatív, tehát mínuszos hozammal jelennek meg nálunk. Tehát értem azt, hogy ha egy színes fólia tonnáját reciklációba küldöm, akkor az vagy önköltséges, vagy egy pici mínusszal. Ha a tetrapak, tehát a kombinált csomagolóanyagot nézve, akkor volt olyan időszak, hogy 150 euró per tonnát kellett fizetni, plusz a manipulációs költségek, ami szintén egy ilyen 50-70 euróra rúg tonnájaként, tehát mínusz 200-220, valamikor 250 euró per tonnája, tehát ez úgy nézett ki, hogyha egy 20 tonnás kamiont megraktunk, akkor sokszor 4000, 4500 vagy 5000 eurót is kellett fizetni, hogy oda kerüljön, ahova való, tehát a recikláció. Értem, tehát valami ezt tudták kompenzálni ezekkel. Igen, és ezeket a mínuszokat mi pont ebből a pénzből tudtuk kompenzálni, hogy aminek ár volt, eladtuk, és akkor így valahogyan a piac mindig kihozta magát arra, hogy lehetett működtetni. Nem tudom, hogy ezután, hogy a két
üzletelhető komoditást, tehát a fém csomagoló dobozt és a PET-flakont kivették, hogy meddig fogjuk tudni ezt bírni. Ugyanis, hogyha nem fogja senki megdotálni, és úgy néz ki egyenlőre, hogy a minisztériumnak, a környezetvédelmi minisztériumnak ilyen ambíciói nincsenek, akkor előbb-utóbb eljutunk oda, hogy egyszerűen ezek a többi műanyag, a PET flakonon és a fémdomozokon kívül, az kint marad egy lakosnál. Egyszerűen nem lesz arra pénz, faluknak nincs pénze, hogy ki fogja begyűjteni, hova kerül. Szemétdombra, ugyanígy a árokpartra, vagy nem tudjuk. Hát igen, hiszen az árokparton nem csak PET palack van és fémdoboz, hanem teljesen más műanyagok is. Akkor ebben a tekintetben valamilyen szinten fordítva sült el ez a történet. Hát fordítva, én szerintem sokan ezt a pénzt, amit ebbe állítólag nagyon jó rendszerbe belefektetett az állam, ha fölvilágosításba fektették volna, én szerintem lehet, hogy nagyobb eredményt érnek el, ami a környezetvédelmet illeti, mind így. Valójában nem értem azt, hogy miért pont csak az üdítős és a fémdobozokat tették betétessé, miért nem tették betétessé például a étolajosat, ami mínusz a költsége a reciklációval, vagy a szirupossat, vagy még van egy-kettő, ami ez egy pici ilyen kérdőjelet vett fel. Ezt a kettőt említett, hogy étolaj és szirupos, mi a velük a legfőbb probléma? Nehéz tisztítani? Igen, ezeknek a recikláció költségesebb, és esetleg a víz, vegyszeres víz, amikor kimossák ezeket a flakonokat, PET flakonokat, akkor még gondot okoz később a víz tisztításában is. Úgyhogy mivel költségesebb ráfizetés, ez nem kellett senkinek. Ugye említette, hogy nem tudja, hogy mi lesz a jövőben, tekintve, hogy ugye ezek kikerültek a rendszerből. Ha jól értem, akkor önöket teljes mértékben kihagyták ebből a rendszerből? Mi itt környékben, tehát valójában 2004-ben kezdtem szervezni, ezt Olaszországból jött az ötlet, akkor még itt nem csinált a környékben senki. Tehát én voltam itt a Dunaszerde járásban, tehát egésznek a ötletgazdája, és akkori polgármesterekkel kezdtük megszervezni, hogy begyűjteni, és így fokozatosan vontuk be itt a környéket, úgyhogy aztán igaz, a minisztérium is végül kötelezővé tette, mert most már kötelező a hulladék szeparáció a lakosok számára. Hát igen, kötelező, de ön is mondta, hogy ezt a pénzt inkább a felvilágosításra kellett volna költeni. Milyen az újrahasznosítás itt Szlovákiában? Milyen szinten van? Hát a Szlovákia nagyon kevés műanyagot vagy hulladékot hasznosít újra. Példát mondok, én egész kapacitásomat azt lehet mondani, Közép-Európába viszem ki, tehát Szlovákia is beletartozik persze természetesen, de Lengyelország, Magyarország, valami Bulgária, Ausztria, Csehország, szóval Szlovákiában jóformán semmit nem reciklálnak, vagy ha valamit reciklálnak, az nagyon kevés, és esetleg a helybeli, ahogy mondjam, ilyen gyűjtőktől fölvásárolják, ugyanis ennek a szállítása szintén elég költséges. És ha vannak családok, emberek, akik még fontosnak is tartják az újrahasznosítást, van, hogy ugyan rosszul csinálják, milyen hibákat követnek el ön szerint leggyakrabban? Begyűjtött hulladék nem kerül 100%-ba újrahasznosításra. Vannak olyan műanyagok, amik nem reciklálhatók. Tehát már a UV-től annyira degenerálódtak, egyszerűen szétesnek, amit már nem lehet újra hasznosítani. Ezek égetőkbe kerülnek, kellene, hogy kerüljön, és hőt termelnek belőle valójában. És csak, hogy ez is nagyon költséges, és ezt nem fizeti meg senki. Úgyhogy mi egy ideig korlátoztuk azokra a műanyagokra, amik reciklálhatók, és azokat gyűjtöttük be. Volt egy-két műanyagtípus, ami valójában nem tudtunk mit csinálni vele, és az ott maradt az egyénnél, ugyanis mindig
akinél keletkezik a hulladék, az felelős azért, hogy a hulladék, hogy mondjam, elkerüljön, tehát likvidálásra kerüljön. Persze itt a polgármesterek a falukba településékén a polgármester megszervezi a egyén szerint, de valójában a törvény azt mondja, hogy mindig akinél keletkezik a hulladék, az felelős azért, hogy az szakszerűen legyen likvidálva. Térjünk kicsit vissza a begyűjtési rendszerhez, ugye hangsúlyoztam, hogy 20 éve foglalkozik ezzel. Ugye Németországban már 2003-ban bevezették ezt a begyűjtési rendszert, ott milyen volt a fogadtatás, és mennyire változott az évek során? Hát Németországban önálluk az volt az alapelv, hogy a piacra dobott műanyagok 70%-a visszakerüljön a újrahasznosításba. Akkor, abban az időben. És egyik elképzelésük az volt, hogyha PET flakonokat visszaválthatósává teszik, akkor valójában ezzel egy részét megoldnak. De ott nem így direkt, hogy minden lesz, és mindenkinek kötelező lesz, és minden, hanem ott kaptak a lakosok, ugyanis szintén elég jó támogatottság volt a lakosság körébe, de viszont úgy oldották meg, hogy voltak flakonok, amik visszaválthatósak voltak, és voltak flakonok, ami nem voltak visszaválthatósak. És abban az időben, tehát 2003-tól 2015-ig, tehát a lakosok úgy gondolták, hogy ez jó dolog, valami. Na most 16-17-ben legalábbis azok a cikkek, amiket én olvastam, ott ez az arány megfordult. Ott a német lakosságnak most már 50% fölötti része, pont elvégett a macerás visszaváltás véget, meg kell fognom összekögyűjteni, vissza kell vinnem arra a helyre, ahol átveszik, de egyszerűen úgy gondolja, hogy van más módja is ennek a begyűjtésnek, vagy hogy ez a PET flakon visszakerüljön a reciklációba, újrahasznosításra. Én azt hiszem, sokan tapasztalhattuk, hogy a begyűjtési pontoknál elég gyakran elszabadulnak az indulatok, én magam is sokszor tapasztaltam. Épp ezért megkérdeztük az utca emberét, hogy mi a véleménye erről a begyűjtési rendszerről, és milyen hiányosságokat véltek felfedezni. Nézzük meg ezt a bejátszót. Van tennivaló a téren. Hát várakozni mikor, hogyan? Most is volt olyan, aki esetleg 10 percben egy órát is vár, mert hát lassan működik és nem tökéletesen ez a rendszer. Meg hát ugye láttam, hogy nagyon sokat hozott egyszerre, akkor ön is ott a gyűjtögető típus, hogy inkább egyszerre le tudja a sokat? Hát igen, mint hogy mindig esetleg ott töltse az ember a drága idejét. Nagy probléma nincs vele, időszintén elmondva, emberek nem szoktak így háborogni, csak amikor megtelik, akkor bejönnek, szólnak, kijövünk, kicseréljük a zsákot, de viszont a legnagyobb problémánk az, hogy nincs nagy helyünk az üzleten, főleg a raktárban, és hát nem tudjuk árakni. Én azt tapasztaltam, hogy ilyen nagyon bevásárolt központokban nagyon sorok szoknak lenni, én után ott szinte bármelyiket vissza tudom dobni abban a gépbe, és még van találkoztam olyan PET palackokkal, például ilyen magyarországi behozatot, hogy azokat nem tudom visszaváltani. Ez a feszültség, ami szokott uralkodni, mennyire frusztráló, milyen gyakran találkoztuk ezzel? Akkor frusztráló nagyon, hogyha tényleg így, hogy nem tudom visszadobni, és akkor mindig visszadobál a gép, és akkor föltartom a sor, aztán már csak inkább csak kidobom ott a melletti kukába, aztán ennyit arra, hogy működik a rendszer. Nekem csak annyi problémám van vele, hogy volt már egy pár helyen, hogy nem működött egyszerűen, ki volt írva, hogy nem láthatod vissza. És akkor az ember mindig viszi magával. És gyülemlék. Igen, gyülemlék, akkor mindig az autóban marad. És igazából, hát ez így frusztráló. Amikor ugye köztudatba került, hogy ez bevezetésre kerül, mit gondoltad a privatizási reakciót? Szerintem ez egy jó ötlet volt. Szerintem ez jó ötlet, már így azért ráveszi embereket még, hogyha utcán is talál valaki és rászóló, akkor legalább összegyűjti. Csak tényleg az kell ahhoz, hogy jól működjön a rendszer. Most, hogy ugye pénzügyileg motiválva vannak az emberek valamelyest, ön szerint több PET palack kerül vissza a rendszerbe?
Hát nekem az a véleményem, mivel tudják, hogy, tehát ismerőseim, hogy szakmában vagyok, a felháborodottak rengetegszer hívnak ismerőseim, mit csináljak, már negyedszer vagyok itt, még mindig nem sikerült leadnom, autóm kufféje tele van, már visszaváltható PET flakonnal, már ki tudja mennyi időt elvertem. Másik elég, hogyha ilyenkor kimennénk egy kamerával a hétvégén a nagy bevásárlóközpontra, vagy a visszaválthatós pontokra, visszaváltási pontokra, és ott meghallgatnánk az utcaemberét szintén. Mindenki morog, tehát osztoznak már az emberek, kiabálnak az üzletesekkel, akik kezelik tehát az automata gépeket. Ők is áldozata az egész szisztémnek, mert tudom azt, tehát én egy picit másik oldalról is látom, ugyanis egy kis élelmiszerüzletet is működtetünk, ott látom az utcaemberének vagy a vevőnek a reakcióját erre az egészre, erre a betétes rendszerre, úgyhogy nem tudom. De várható egyáltalán valamilyen pozitív fejlődés? Nem is látunk igazából megoldást erre. Itt én így látom, a kisüzletek uniója szintén már járt a miniszternél, tehát ilyen reklamáció vagy valami megoldás céljából. Az utcaembere egyre elégedetlenebb. Tehát ezek a cégek, mint én, ezek a begyűjtő cégek, arra várunk, hogy mikor éri el a szint, azt a szintet a begyűjtött műanyag, hogy egyszerűen átlépjük a mínusz küszöbet, tehát nem tudjuk kis nyereséggel is működtetni. Bezárjuk. Csak mi lesz ezután? Hát önökre szükség van. Ezt nem tudja senki. Mert egyenlőre senkinek nincs még távlati elképzelése se, hogy ki fogja megfinanszírozni, milyen pénzből, járható út, vagy ezek mind sok-sok kérdés, meg kérdőjel a jövőben ezzel kapcsolatban. A begyűjtési rendszer bevezetése előtt is ugye bele volt építve a műanyag termékekbe egy bizonyos összeg. Ez most mennyiben változott, vagy hogyan alakult? Ez a összeg nem változott, vagy állandóan változik egy picit, de az egész szisztém változott. Azelőtt úgy működött ez a rendszer, hogy a Környezetvédelmi Minisztérium mellett volt egy úgynevezett reciklációs fond, és azok a cégek, akik csomagolóanyagot bocsátottak ki a piacra, a kibocsátott mennyiség után egy bizonyos összeget fizettek a reciklációs fondba, és ebből az összegből a reciklációs fond szervezte, dotálta azokat a cégeket, akik hozzájárultak, vagy biztosították a szeparációt, reciklációt a rendszerben. És most már azt hiszem 6 éve, 16 nyarán életbe lépett egy új törvény, létrejöttek az úgynevezett OZV-k, Organizácia az Odpovednosti Výrobcov, ez valójában egy köztes cég, akinek a feladata az volna begyűjteni ezeket az illetékeket a piacra bocsátott csomagoló anyag tonnája után, megszervezni a visszagyűjtést, és megdotálni azokat a cégeket ebből az összegből, akik ezt a munkát elvégzik. Hát ezáltal is egy bizonyos káosz keletkezett akkor 2016-ban, tartott 2 vagy 3 évig, még letisztult ez a rendszer, hogy hogy is fog működni. Na talán most már kialakult az, hogy tehát 120 euró per tonnája, amit körülbelül fizetnek a cégek a piacra bocsátott csomagolóanyag tonnája után, ez a pénz ezekhez a köztes cégekhez kerül. Aztán ez a köztes cég abból, amennyi vissza lett gyűjtve, tehát hozzájárul a begyűjtő cégeknek a munkájához, tehát szintén valami nem fizeti meg az egészet, csak hozzájárul. A maradék ezeknek a cégeknek a létezésére, a fenntartására marad. Senki se tudja, hogy mennyi. A törvény azt mondja, hogy ezek olyan cégnek kellene lenni nyereség nélkül, de hát nyereség nélkül egy gazdasági cég nem dolgozhat. Tehát ez eleve itt egy picit csántít, úgyhogy ez is felvet egy olyan kérdés, hogy ami már viszonylag jól működött, miért kellett olyanra lecserélni, ami
nem biztos. Lehet, hogy működik, de viszont pénzt von el a rendszerből. Vannak olyan speciális műanyagok, amelyek feldolgozása ugye problémásabb, ha mi például az elektronikai hulladékra gondolunk, amelynek valamely része műanyag. Azoknak a begyűjtése hogyan zajlik, hogyan lehet azt feldolgozni? Hát itt szintén a felvilágosításon volna, vagy terelném a hangsúlyt, ugyanis az egyszerű ember nincs tisztában azzal, hogy műanyag és műanyag. Tudjuk azt, hogy a széles körben használt műanyagok az egyszerű ember számára az műanyag, de viszont a speciális, tehát az elektronikai eszközök műanyag részei, azok viszont nem a műanyag hulladék közé kerülnek, hanem a elektrohulladék részét képezik, ugyanez ezek speciális anyagokat, égésgátló anyagokat, üvegszálokat, adalékokat tartalmaznak, úgyhogy ez a hulladékszeparációs törvény ezt is szabályozza, hogy a elektronikai hulladékokat külön kell gyűjteni, sőt azok a falvak, települések, városok, akiknek már van gyűjtőtelepe, ott ez megoldott, ugyanis ott egy rész pont ezt képezi. A elektronikai eszközök műanyag részei is a elektrohulladékok közé, tehát ott gyűjtik, így mondjam. Ezekből a PET palackokból és fémdobozokból mi készül? Mire hasznosítják fel? A PET palackoknak a nagy része autóiparban használják, tehát műanyag szálat húznak bele, ilyen műanyag szőnyegek, alkotóelemei, ugyanis a PET az egyik műanyag, ami elég jól állja a kémia, vagy tehát a igen, kémia anyagoknak a hatását. Tehát gondolok ilyenre benzin, tisztítószerek, tehát valójában nem oldódnak föl még a polietilén, polipropilén, azért hamarabb kimarja a hígítószer, vagy akármi. Tehát autóiparban találtak komoly felhasználás. Másik, van egy új törvény, miszerint 25-25% és 30-30% reciklált anyagnak kell lenni az újból, új, tehát létrehozott PET flakonban. Ön szakmabéli, ez mennyire reális terv? Hát, még messze van? Akarattól fog függeni, és a pénztől fog függeni. És hát a kérdés az, hogy a döntéshozók között van egyáltalán szakember is az, aki belelát ebbe a dologba? Én amit tudok, hogy milyen, kik vannak, kik hozták ezt a törvényt, vagy megkérdeztek, akik a piacon vannak ilyen hasonló cipőben. Engem nem kérdezett senki, csak tudomásul kellett vennünk, hogy ilyen törvény készül, ez lesz. De a hozadékát egyszerűen nem kereste senki, hogy mi lesz a jövőben, hogy működőképes lesz, vagy azok a negatívunk, amik fel fognak merülni, mert ugyanis én ezeket a kérdéseket én már nem egyszer felvetettem. És még ezen kívül még vannak olyan kérdések, amit még senki, hogy megkérdőzhetnénk azt is, hogy ezek legálisak-e. Ugyanis a hulladék begyűjtése, halmozása, ez mind törvény köteles. Tehát ehhez a városnak, a környezetvédelemnek, mindenkinek komoly környezethatásokat kellene véghez vinni, hogy valaki hulladékot begyűjthessen, halmozzon, vagy osztályozzon. És ezeknek a gyűjtőpontoknak szerintem egyiknek sincs ez a engedélye. Ön ugyebár vállalkozó, nem állami támogatásokból vagy más támogatásokból tartja fenn magát. Hogyan látja a jövőt? Tekintve, hogy kiesett ugye önnek egy jelentős rész? Nem tudom, ha nem fognak változtatni rajta, előbb-utóbb be fog dőlni. Nagyobb káosz lesz, mint ami most van valójában. A PET flakon kikerül, de összes többi az viszont vagy az utcán, vagy a szemétdombokon, vagy az égetőbe fog kerülni, vagy nem tudom hol, mert nem lesz ki összegyűjtse. Itt rés van az egész szisztémben, úgyhogy ezt oldani fog kelleni valamiképpen, vagy pénzbelileg, mert meg lehet oldani azt is, ha megfizetik, hogy begyűjteni az, aminek nincs ára, és oda kerüljön, és pénzért lelikvidálni, ahova kell. Csak ez mind pénz, pénz, pénz. Nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk, és kitartást kívánok a továbbiakban. Köszönöm én is vissza. Önöknek is köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra.